Az egészségügyi szakmacsoport gyakorlati óráján vesznek részt a diákok a Göndöcs Benedek Katolikus Technikumban. Idén már nekik is több feladatot kell elvégezniük ahhoz, hogy sikeres szakmai vizsgát tegyenek. Az új szakképzési rendszer bevezetésével megváltoztak a szakmai vizsgának a követelményei, és az írásbeli és a gyakorlati vizsga mellett egy portfóliót kell készíteni a tanulóknak. Ebben a portfólióban föl kell mutatni azt, hogy szakmailag merre fejlődött, megvalósultak-e a céljai, és nyilván vizsga feladatoknak a teljesítését kell bemutatni. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, nagyon fontos az, hogy a tanulók minél sokoldalúban ismerjék meg saját szakmájukat, ezért az intézményünk már tett lépéseket afelé, hogy ezt segítsük. Kedden az egészségügyi ágazatban tanuló nappali és esti tagozatos általános ápolók, a rehabilitációs terapeuta szakon tanuló gyógymasszőrök és a sportágazat sportedzői számára szerveznek kirándulást Budapestre. A tanulmányi program célja a Body Words kiállítás, melyen az érintett diákok az emberi testtel kapcsolatos anatómiai élettani ismereteiket mélyíthetik el. A másfél-két órás előadás során betekintés nyerhetünk az emberi test felépítésébe, működésébe, az egyes szervek, szervenszerek működésébe, élettani folyamatokba, valamint a az előadásnak a különlegessége, hogy valódi emberi testeken keresztül mutatja be az emberi test csodálatos világát. Fekete Szabolcs elmondta, tapasztalataik szerint a portfólió elkészítése a diákok számára nem jelent igazán nagy pluszterhet, Persze az iskola is igyekszik segíteni nekik abban, hogy ez tényleg így legyen. Nem jelent nekik plusz terhet, sőt, inkább egy kicsit le is tudják magukban is zárni azt, hogy akkor valóban egy önreflexióként mit értem el eddig, és nagyon-nagyon pozitív tapasztalatokkal érkeznek haza mindig az üzemlátogatásokról, és ezekről a kiállításokról, a fórumokról. A Göndöcsben minden szakma szakmatanulói számára üzemlátogatást, illetve hasonló programokat szerveznek, hogy a portfólió elkészítése ne ütközzön nehézségekbe.